Sziasztok, Mátyás Diana pedagógussal beszélgetünk arról, hogy bizony nagyon-nagyon erősen kötődünk a mobiltelefonjainkhoz és a különböző kommunikációs eszközeinkhez. Hogyan alakulhatott ki ez a nagyon-nagyon erős viszony ezekhez az eszközökhöz? Tulajdonképpen szerintem nem is az eszközökhöz kötődünk, hanem a rajtuk lévő tartalomhoz. Gondolj csak el, hogy a gyakorlati információid is ezen vannak, a telefonszámoktól a számlákig, a szerződésekig, ez mind interneten van, a számítógépeden tárolod, vagy a telefonodon, és persze a személyes információid is, a fényképalbumod, a szerelmes leveleid helyett a szerelmes üzeneteid, ez mind a telefonodon van, úgyhogy amikor bármi veszély fenyegeti, akkor igazából a saját kis személyes életednek a dokumentumait fenyegeti veszély, persze, hogy kötődsz hozzá. Mit gondolsz, a pénzbeli érték is szerepet játszik ebben? Tehát az is fájhat egy telefon elvesztésében, hogy drága készülék volt? Persze, természetesen az is fájhat egy telefon elvesztésében, de mondom, föl van ruházva egy csomó olyan egyéb tulajdonsággal, olyan csatorna, amin keresztül kommunikálsz, úgyhogy a pénzbeli, hogy is mondjam, pénzbeli értéke, az csak a fele. Rengeteget kommunikálunk digitálisan is, de azért meg személyesen is, hál' Istennek mi is most itt ülünk és beszélgetünk és nem csetelünk, de mit gondolsz, egyre kevésbé teszünk különbséget a kettő között, vagy azért még nagyon erősen elhatárolódik a kettő? Lehet olyan érzelmi hatása rám egy csetes sértésnek, mondjuk, mint egy személyesnek? Szerintem még rosszabb is, mert ez egy más kommunikációs forma, más időbeli, más térbeli határokat szab köztünk. Hogy egy példát mondjak, amiből esetleg egy üzenetbeli sértés még rosszabb is. Egyrészt nem vagyunk szemtől szembe, tehát egy csomó olyasmit is kimer írni az ember, amit esetleg face to face nem. Másrészt pedig ott van az időtényező, hogy nem látod, hogy mit csinál a másik. Lehet, hogy te küldtél egy kedves üzenetet a párodnak, és azt látod, hogy ő nem válaszol, nem tudod, hogy miért nem válaszol, csak bánt, hogy nem válaszol, és kiderül, hogy esetleg ő csak éppen zuhanyzott, de mire kijön a zuhanyzóból, és meglátja az üzenetedet, és tud rá reagálni, addigra már te már gondolatban szakítottál vele, mert az a disznó nem ért vissza. Igen, ez még soha nem fordult elő velem, és semmelyik nőtársam, aki kérem magamnak, biztos senki nem vállott még ilyenről. Tehát akár a szünet is árthat itt a kommunikációban, hogyha nem reagálunk. Igen, 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 és ezek különböző mértékű szünetek, ráadásul ott van bennünk az állandó belső késztetés, hogy online legyünk, pontosan ezek miatt, a szünetek miatt, hogy le ne maradjunk valamiről, illetve hogy időben tudjunk reagálni, azért ez egy folyamatos készenléti állapot éjjel-nappal, ami azt jelenti, hogy nem csak arra a környezetre vagy készen, ami ténylegesen fizikailag körülötted van, nem csak azokra az emberekre figyelsz, hanem próbálsz az összes ismerősödre egyszerre figyelni, egy kicsit, fél szemmel, fél füllel, és ennek igazából az eszköze a telefon vagy a számítógép, de ez a kapcsolattartás az, ami igazából függésben tud erősen tartani minket, felnőtteket is, meg persze a gyerekeket is. Ha már rátértünk arra, hogy függőség, ami egy gyönyörű szép szó, mit gondolsz, miért lehet az emberekben ilyen erős, már-már kényszer, hogyha élhetek ezzel a szóval, hogy életünk minden pillanatát megosztjuk, sőt, még talán rögtön osztjuk meg, még mielőtt kielvezhetnénk magát az eseményt, vagy a történteket, vagy a cselekményt? Amúgy is szeretjük szerintem megosztani a velünk történt dolgokat, általában a barátokkal, és általában azért arra figyelsz, azokra a visszajelzésekre figyelsz, amik a barátok felől jönnek. De úgy gondolom, hogy ennek azért van egy nagyon pozitív része. Sajnos Magyarországon elég kevés a pozitív visszajelzés a mindennapokban. Nem ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy agyba főbe dicsérgessük magunkat, egymást, és megerősítsük azt, amiben jók vagyunk. Mi panaszkodó nép panaszkodós vagyunk, csak vagyunk, igen. Úgyhogy ez a része szerintem pozitív, hogy egy kicsit tudunk sütkérezni a sikerünkben, és kicsit meg tudjuk ünnepelni a sikert. Ez szerintem egy pozitív változás bennünk, hogy megosztjuk azt, ami jó, és visszajelzünk a másiknak, hogy igen, ez jó volt, ez tetszik nekem. Tehát akkor így jutalmazzuk magunkat tulajdonképpen? Igen, úgy gondolom, hogy így, és egymást is. Jutalmazzuk magunkat egymást, ezt a részét mértékkel nyilván jó dolognak tartom.
Most térjünk egy kicsit a gyerekekre rá, hiszen elég sűrűn előjön mostanában ez a téma, főleg gyerekekkel kapcsolatos kommunikációs fórumokon, hogy jó-e, hogy ilyen hamar úgy szocializálódnak a gyerekek, hogy ezeken a digitális eszközökön keresztül is, illetve mikor engedjen már egy gyereket internetezni, mikor engedjen, hogy legyen profilja a különböző közösségi portálokon. Jó dolog ez, hogy ők már ennyire hamar használják ezeket az eszközöket, hiszen már arról beszélhetünk, hogy akár egy 3 éves egy tabletet mondjuk jobban kezel, mint akár mi. Azt hiszem, ez sok kérdés együtt. Az egyik fontos része az, hogy mire kezdjük el használni kezdettől fogva ezeket az eszközöket a gyerek életében. Hogyha ez tulajdonképpen egy elektronikus babysitter, vagy a cumi meghosszabbítása, amin rágódhat, amivel befogjuk a száját, lekötjük a szemét, hogy ne kelljen vele foglalkozni, ha ez egy lustaság cselekvése részünkről, akkor természetesen azt se fogjuk megválogatni hozzá, hogy mit néz, hogy mivel foglalkozik, és ennek igenis lehet káros hatása, mert be tudja szippantani ez az élmény úgy a gyereket, hogy később majd az az idő, amit akkor nyertünk, amikor tabletre, tévére, telefonra tettük 5 percre, hogy valami mással foglalkozhassunk, ez később majd elvész tőlünk, mert nagyobb korában sem fog annyira velünk kommunikálni, inkább a gépeken keresztül, inkább a virtuális téren, tehát elvesztjük ezt az időt a gyerekünkkel. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy ez a harcos tiltakozás az ellen, hogy a gyerekek használják ezeket az eszközöket, ez azt is megakadályozza, hogy megtanítsuk okosan használni őket. Nyilvánvaló, ebben benne van az a fajta kis félelmünk, visszolgásunk, hogy mi még nem ezekkel az eszközökkel nőttünk fel, és nincsenek kész mintáink arra, a saját szüleinktől, a saját tanulmányainkból, hogy hogyan lehet ezeket okosan jól használni. Mi se vagyunk annyira biztosak vele, nem biztos, hogy mi tudjuk igazán jól megtanítani a gyereknek, hogy hogy kell használni, lehet, hogy a bátyja, aki 6-os, 8-os, jobban meg tudja tanítani a 3 évesnek. Egyébként elég egyszerű információkkal, elég egyszerű képekkel dolgozik, ez az egyik, amiért ilyen könnyen megtanulják a gyerekek. Mi azért nem erre a fajta kommunikációra vagyunk ráállva, fontos lenne, úgy gondolom, hogy mi is megtanuljuk okosan, mértékkel, megfelelő irányjal használni, és a gyerekeknek is megtanítsuk, ebben fognak fölnőni. Hát akkor ne a tiltásra törekedjünk, hanem inkább arra, hogy bevonjuk őket azokba az digitális eszköz használatba, ami a mi életünknek is a része, illetve hogy magunkat is ezáltal képezzük. Igen, úgy gondolom. Már annál is inkább, mert említetted itt, hogy mikortól engedjük, hogy saját profilja legyen a gyereknek. A tiltás önmagában nem fogja elriasztani, viszont egy beszélgetés, egy értelmes beszélgetés ezeknek a veszélyeiről azért úgy gondolom, hogy mindenképpen hatásos. Mert igenis meg kell értenie a gyereknek, hogy amit föltesz az internetre, amit föltesz egy profilra, azt ő hiába kapcsolja ki egy gombnyomással, és hiába sötétül el a képernyő, az már örökre ott marad. Nem tűnik el, így és van. Azt felhasználhatja más is, sajnos. Nevezhetjük függőségnek azt, ami a mai fiataloknál tapasztalható, hogy ez egyfolytában a kezében van a telefon, egyfolytában nyomkodja, folyamatosan nézi, egyfolytában tölti, tehát hogy egy percre sem kapcsolja ki ezt a készüléket? Igen, ebből kialakulhat egy függőség. Mondom, ez is inkább a használat függvénye, mert minél kevesebb döntési szabadsága van az élet egyéb területein, minél kevesebb választási lehetőséget érez, minél inkább beszorítva érzi magát, annál jobban tud kötődni egy olyan eszközhöz, ahol ő dönti el, hogy mikor van eleje vége egy beszélgetésnek, mikor van egy játéknak eleje vége, ahol sok mindenről szabadabban dönthet, és egy kicsit elmenekülhet a hétköznapi problémái elől. Nyilván ennek a menekülésnek van egy egészségtelen mértéke, amikor valamilyen problémát nem tud feldolgozni, és bezáródik ebbe a virtuális világba, és csak onnan próbál kapcsolatokat, megerősítéseket kapni, ez azért egy káros folyamat. Akkor mit gondolsz, ha azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokat használják ezeket az eszközöket a gyermekeink, vagy a gyerekünk, vagy akár fiatal rokonunk, vagy akár a közelünkben valaki, érdemes leülni vele beszélgetni, hogy figyelj, lehet, hogy ilyen problémád van? Mindenképpen érdemes vele leülni beszélgetni, hiszen akkor egy emberi face-to-face, egy személyes beszélgetést tudunk vele folytatni. Az mindenképpen egy másik csatorna, lehet, hogy egy kicsit nehezebben fog megnyílni, de magát a beszélgetést fogja gyakorolni, és tartalmilag pedig szépen lassan lépésenként kéne afelé eljutni, hogy tudjon arról beszélni, ami miatt
ennyi időt tölt azzal a géppel. Tehát nem feltétlenül elriasztani kell tőle, mert minél jobban tudod, hogy mire használja, annál jobban tudsz alternatívákat mutatni, hogy hogyan lehet ezt gép nélkül megoldani. Mit gondolsz ezen kívül, amit még említettél, hogy egy bezárkózás, egy menekülés vezethet ahhoz, hogy nagyon sokat használják mondjuk a mobiltelefonjukat a gyerekek. Ezen kívül lehet még más olyan tényező is, ami miatt rengeteget van a kezükben a készülék? Biztos, hogy benne vannak azok a folyamatok, hogy divat, biztos, hogy benne vannak azok a folyamatok, hogy egy olyan tárgy, amivel valami újat lehet csinálni, és több érzékszerre hat, megint egy színes, szagos, daloló, képeket mutató, videókat mutató eszköz. Nyilván más, akár egy iskolában duplán más, mint azok a tankönyvek, amiket egy teljesen más világra írtak, és amik ehhez képest nem tudnak olyan színes élményt nyújtani, mint amilyen akár egy bármilyen oktató videó is lehet. Tehát a legjobb értelemben nézzük az internet használatot, amilyen bármilyen oktató videó vagy fejlesztő játék lehet egy telefonon. Ha már hallottam azt a mondatot, hogy könyv, akkor térjünk ki arra, hogy te, mint pedagógus, mit látsz, csökken a gyerekek érdeklődése a könyvek iránt, és inkább a digitális eszközök felé nő a mérleg, vagy ez azért még nem igaz? Változó, azt látom, van ilyen is, olyan is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem is az olvasásban veszem annyira észre a különbséget, hanem az írásban. Teljesen más eszközhasználat pötyögni két ujjal egy képernyőn, és megfogni a ceruzát, és kanyarítani a betűket, és egyébként szerintem ez lesz az egyik legfontosabb változás majd az oktatás történetében, vagy legalábbis ez kellene legyen a következő fontos változás, hogy újra gondoljuk azt, hogy hogyan lehet írni, tanítani azokat a gyerekeket, akik az első 3 évet nem azzal töltötték, hogy cipőfűzőt kötöttek be, hogy gombokat gomboltak be, és hogy sokat rajzoltak a papírra ceruzával, hanem azzal töltötték, hogy egy ujjal, két ujjal nyomkodtak, húzkodtak képernyőket. És lehet, egy tépőzárral elintézték a cipőjüket. Lehet, hogy nehezebben fog akkor ez a gyermek megtanulni írni, aki mondjuk sokat pötyögött egy tableten? Már most látszik azt, hogy sokkal kevesebbet mozgatják az ujjaikat, a finom motorikus mozgásuk, ami ugye az apró mozgásokat jelenti, egészen más, és bizony más tempóban tanulnak írni, más ütemben és más sikerességgel, és tulajdonképpen olyasmit várunk el tőlük, amihez más alapokat kaptak, mint mi. Ezek változások lesznek majd. De, bocs. Mondj nyugodtan. Úgy azt is figyelembe kell vennünk, hogy nagyon sok olyan mozgásforma van, ami agyi tevékenységeket is fejleszt, tehát nem kellene elhagyni teljesen, de viszont akkor érdekessé kell tenni, akkor valahogy fel kell kelteni a gyerek érdeklődését, hogy más módon is mozogjon, és más módon is kipróbálja magát, mert az egy dolog, hogy ő a Minecraftban mester, és akármit meg tud építeni, és ez egy másik dolog, hogy a fizikai valóságban mit tud összetenni két kézzel. Tehát erre ki is akartam térni, hogy akkor teljesen hagyjuk el azt, hogy egy digitális eszközt adjunk, mondjuk egy tabletet vagy telefont egész pici gyerek kezébe, és inkább csak arra törekedjünk, hogy rajzoljon, gyurmázzon, legózzon, stb. Vagy azért mind a kettőt összevonva kellene alkalmazni. Nem tudhatjuk a fejünket, nem tehetünk úgy, mintha nem léteznének ezek az eszközök. Én úgy gondolom, hogy meg kellene keresni rajta azokat a programokat, azokat a játékokat, amelyek egy bizonyos területet fejlesztenek, és meg kell találni azoknak a megfelelőjét a fizikai valóságban, amivel pedig tudja az egyéb képességeit fejleszteni. Hát Diana, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a beszélgetést.